Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, jöjjenek, kértétek, Warframe, népszerű formhelyek, most így a Second Dream patch előtt, vagy nem is tudom, jelen állás 2016 Warframe. Hozzá fogom tenni, hogy valószínűleg ezek a helyek gyorsan változnak majd. Uh, amint észreveszik, hogy a játékosok nagy tömege valami pálya felé mozog, uh, így gyakorlatilag fognak valamit változtatnak rajta, és már nem ugyanaz, mint volt. Tegyük fel, ugye most volt, hogy Eris Akádon már nem lehet a két sín, ott fönt a plafon fölött kempelni, attól függetlenül még van egy hely, ahol lehet kempelni, ugye, de ott a sinekhez megszüntetik, tehát ott már nem lehet kempelni. Mindent megtesznek azért, hogy a játékosok ne gyorsan jussanak hozzá eh, ahhoz a kívánt XP-hez, vagy nyersanyaghoz, ezért próbálják szétoszlatni a dolgokat valami felé, hogy így szétoszoljon a játékos közösség, és szépen lassabban, tehát a játékban minél több eltöltött idővel próbáld megszerezni a kívánti jutalmakat, amit szeretnél. Na szóval, lássuk, mostani form helyek. lássuk csak Relic formra és Endo formra. én tudom javasolni Pluto hierakont, továbbá még Endoformra tudom javasolni a földön a kobát. ezt a klántársak fedezték fel, úgyhogy köszönjétek meg szépen nekik. Eris Akkád, Hierakon, illetve Sedna Bereti a XP szempontjából, hogy a három közül melyik a legjobb, mindenki maga eldönti. Én Eris Akkádot szeretem, és vagy, tehát Hierakont, a Pluton, mert azon kívül, hogy Uh, akkor nagyon gyorsan adja az endót és a jó kulcsokat, bár, bocsánat, kulcsokat, tehát a jó relikeket, azon kívül, hogy nagyon jól adja, ugye több mint mennyiségű XP-t is össze tudsz szerezni, javaslom ránézni ennek a játéknak, hogy hol járunk az Excavation-nel, című történetben nagyon durva uh, enemik jönnek már itt velünk szembe, ha már itt tartunk. Okay. Újabb relikfamra, egy kiváló hely, és olyan relikekről beszélünk, amelyek a ritkábbak, úgymond a régi T3 szabotás, T3 capture, illetve mobile defense kulcsokat, tehát ahol dobta. Most ugyanezeket a ritkább relikeket dobja, ugye beszélünk most egy Necrosról, egy tigriső, vagy egy galantínról, tehát a Jupiter a Callisto El lehet menni még relik farmra. Le fogom írni ezeket a dolgokat a leírásba nektek. Fegyver xp gyorsan. Sokan elmentek Eris Akkádra fegyvert xp de nem feltétlenül a legjobb hely Eris Akkád, vagy bármi ilyesmi, ahol fegyvert lehet gyorsan XP-zni. Fegyver xp bármilyen a magas szintű Spy mission nagyon jól tudsz. Három kör, anélkül, hogy észrevegyenek, mind a három, meg, három Spy-t megcsinálod, három kör, annélkül, hogy észrevegyenek, kimaxoltál egy fegyvert, és jöhet a következő forma, és így tovább, és így tovább, tehát inkább eltolok három kör Spite, mint egy húsz kört uh, a Eris Akkádon ahhoz, hogy kimaxoljak egy fegyvert. Archwing XP-zése, mostanában azt hiszem, hogy arra azért szükség van. Archwing XP-zése Neptunon a Szalacia nevű helyen található, egy Mobile Defense pálya, és mindig vannak játékosok, továbbá szólóban is lehozható. Tehát az, a lényeg, szólóban is lehozható, és mindig csatlakoznak fel játékosok arra, hogy legyen, akivel játszál. Oxium Farm, mostanában talán az is jó, jön, Európa Bál, nem a legjobb, de a legjobb, ami van. Uh, Ritka nyersanyagokkal, ugye gondolok itt a uh, rakincerre, neurodzra, anyám kínja, ezeket mindig szarul dobta, mindig is szarul fogja dobni, de um, kiküszöbölhetjük, vagy elmehetünk afelé, hogy a legjobb um, helyekre tudjunk elmenni. Tehát például uh, Ceres Draco, őszintén szólva még mindig egy jó orokincel farmoló hely, tehát nagy eséllyel dobja, most már egy alacsony szintű survivor, szóval 20-30 perc alatt megeshet, hogy ki tudjuk szedni azt az orokincel mennyiséget, amit akarunk, főleg egy mai nekrosszal. Nem beszélve arról. Tellurium, illetve gallium uh, forrás, de inkább tellurium, mint gallium, vagy én nem tudom, hogy működik, de mind a kettőt viszonylag jól dobja, azaz Uranus, Ophelia, még mindig. A neurózokat ugye a földön érdemes a legjobban farmolni, vagy orokin derelik kinek mi, én a földet szeretem, elmegyek egy bármilyen excavationre, ami az Everest, most a földön ugye, vagy a kobára, elmegyünk egy defense-re, tehát fogsz ott szerezni így vagy úgy neurózot. Macska genetikus imprintnek a farmolása az... Orokin Derelict Exterminate vagy Capture, de ha már elmész Orokin Derelict Exterminate vagy Capture-re, akkor miért ne vinnél magaddal egy-két kocsit, egy Dragon Kit, amit most már a dojo-ból lehet kiszedni, és farmolnál akkor már különlegesebb módokat is a haverokkal. Nos, srácok! Őszintén ennyi lett volna, amit egyelőre én felbírtam fedezni, felbírtunk fedezni itt az arcokkal a klámba különösebb és jobbnak mondható farmhelyeket, ami idő és nyereség arányában megfelelő. Uh, és amit szeretnék én tőletek kérni, az, hogy írjátok le a kommentbe, kinek milyen tipje van még farmhelyekre, mit hol dobál uh, jól a játék esetleg, kinek milyen észrevétele van ezekkel kapcsolatban. Mindenképpen írjátok le, segítsünk egymás, hogy legyen mindenkinek egy jó tipje. Én meg addig köszönöm a figyelmeteket, Sziasztok!